Szeretettel köszöntöm ismét a KAC-FM stúdiójában, Swarzölder Ádám történész, a Veritas történetkutató intézet és levértár tudományos munkatársát. Köszönöm, hogy eljött, és újra folytatjuk a, a, nekünk egy ilyen folytatásos Közben mindig van valami más-más, de azért megértük hallgatóinknak, hogy visszatérünk Magyarország vezérigazgatójához, Szérkálmánhoz. Most eljutottunk odáig, hogy megtárgyaltuk a bankelnökséget, is, ugye ami a, a doktor értekezésének a, az alcíme, Szérkálmán útja a miniszterelnökségig. Tehát eljutottunk a miniszterelnökségig. Köszönöm szépen az újabb meghívást és az újabb lehetőséget, hogy itt lehetek, és, és hogy folytathatjuk ezt a beszélgetést, az általam is olyan kedvelt témáról. Igen, valóban. A múltkori adást én is úgy emlékszem, hogy a bankelnökséggel zártuk le, amely ugye, hogy akkor segítsünk a hallgatóknak felvenni a fonalat. Hogy a Szélkámán miután 1878-ban lemondott a pénzügyminiszterségéről, utána egy némi útkeresés után, és 1881-től egészen 1899. februári miniszterelnöki kinevezéséig párhuzamosan kettő ö, nagy bankháznak törtötte be az elnök vezérigazgatói tisztségét. Az egyik bankház a Magyar Jelzálók hitelbank volt, a másik a majd pedig a Magyar Leszámítóló és Pénzváltó Bank. Mind a két bank az ország top, top bankjai közé számított, tehát tőkeerős nagy, nagy bankházak. Ez ugye egyrészt szél számára azért anyagi is nagyon jó jövedelmezett ez a, ez a kettős bankelnökség. Másrészt nyilván a presztízsét is megnövelte, és ugye azt is leszögeztük, hogy, hát, hogy nem csak de egyszerűsítve, hogy nem csak egyfajta a állt ennek a két banknak az élén, hogy a korszakban mevett szokás volt, hogy neves arisztokratákat, vagy politikusokat fölkérem bankelnöknek, az szóval jól mutat, de nem, tehát szél valóban játszott szerepet ezeknek a bankoknak az irányításában. És hallatlanul ügyesen felhasználta arra, hogy, hogy amúgy is remek volt kapcsolatépítésben, és itt amennyire én olvastam az ön értekezésében, remekül értette azt, hogy még újabb és újabb kapcsolatokat szerezzen, és ezeket remekül működtette. Hát igen, ugye egyrészt a bankelnökként tudtak kamatoztatni, a korábban pénzügyminiszterként megszerzett kapcsolata, és valószínűleg ez szerepet is játszott abban, hogy őt kérték föl bankelnöknek. Korábban pénzügyminiszterként, hogy a Rothschild Rothschildokkal, más európai pénzügyi körökkel ugye, jó kapcsolatot épített ki. Ezt ugye tudtak kamatoztatni a bankelnöksége alatt, és a bankelnökség időszaka alatt pedig azért politikai tőkét is tudott ebből, ebből kovácsolni. Tehát azért mondjuk a bankjait, ezek nem az ő bankjai voltak, egyébként mind a két bank mögött alapvetően francia. Francia tőke állt. Francia... Nem a begtestvérek, vagy a begtestvérek csak alkalmazottak ah, Csak volt. alkalmazottak voltak, uh -huh. sőt, hát, ha hát, hát, úgy tetszik, akkor a szél alkalmazotja. de egyébként. Egyébként ö... ők alkalmazták. De széle. egyébként, ö... tehát a testvérek korábban voltak ezekben a bankokban, tehát, a... tehát még az 1881-es feltőkésítés és a szél elnöki történő felkérése előtt is már a Beck Miksa és a Beck Nándor, egy testvérpár, az egyik az egyik, tehát a Jezal, Magyar Jezzalakítább Banknak, a másik pedig a Magyar Leszámítás és Pénzváltó Banknak volt az igazgatója, akik ugye a bank mondjuk így mindennapi életét irányították, a szélt azt alapvetően inkább ilyen nagyobb stratégiai döntésekben nagyobb üzletekbe vonták be, illetve a magyar állammal való kapcsolat tartás esetén is, vagy hát, vagy hát a politikai körökkel való kapcsolattartás is fontos volt, és akkor így tudunk már visszakanyarodni a, a, a szél politikusi ö, ö, minőségéhez, ha, ha így mondjuk, mert tehát egyrészt a bank tehát No, tehát ugyanezek nem az ő bankjai voltak, de azért nyilván a bank üzletei fölött és a pénzügyi eszközei fölött is azért kisebb, nagyobb döntési jogköre volt, és amikor ilyen, tehát a bankokat szívesen állított a szél, olykor ilyen köz, közcélú vagy, vagy népszerű célok mögé, mint például Erzsébet királyné meggyilkolása után mind a két bank jelentős összeggel támogatta az Erzsébet emlékműnek a felállítását. Aztán mondjuk Ami ez... Az is segített a népszerűségben, hát mert igen. így a Hencinek a szobrát is... lebonthatták és oda került majd az Erzsébet királyné szobra. E, igen, de mondjuk itt hogy megtolt a tőkével a szobrot a két bank. Aztán például 1894-ben, amikor Kossuth Lajos akkor, tehát a volt kormányzó nagyon rossz anyagi körülmények közé került Torinóban, akkor ugye fölajánlották, hogy közadakozásból a Magyar Állam, vagy csak a Nemzeti Múzeum számára megvásárolják az ő könyvtárát. Akkor ezt az üzletet is igazából a Magyar Leszámító Pénzváltó Bank kezelte, és Szél a bankok nevében is jelentős összeget adományozott föl. Most ennél kicsit fontosabb, hogy itt tehát azt, 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 azt ne felejtsük el, hogy Szél közben végig politikus maradt, végig megőlizte a képviselői mandátumát. Tehát igaz, hogy hát az 1890-es évek elejéig mindenképpen a bank elnökség töltötte ki jobban az életét, de ő végig országgyűlési képviselő is maradt. Ezt az akkori összeférhetetlenségi törvény, az 1870 es évi első törvénycik alapvetően lehetővé tette, ott az volt a kivétel, hogy Konkrétan a magyar állammal a, a központi költségvetéssel nem állhat üzleti kapcsolatban ö, az általa elnököd bankát. Hogy... És ezt, ezt nagyon ügyesen tekintetbe is vette. és így ö, is ö, Ügyesen, ez, ez, ez a jó kifejezés. Ez, én mondtam. ez a jó kifejezés, hogy, hogy ugye ügyesen, mert ö, azért mondjuk a, a, a törvény aztán megengedte, hogy ö, városokkal, vármegyékkel, a költségvetés által adott egyéb társadalmi szervezetekkel már lehetett üzletet kötni, és ezek a bankok kötöttek is ilyet. Tehát például a Magyar Leszámítól és Pénzváltó Bank üzemeltette a fővárosi közraktárakat, amitől a, amiért a fővárostól kapott évi 50 ezer forintot. Most ez már ugye, nem, akkor most igen, a csapdán beesett, mert akkor mondjuk el, hogy ezek a közraktárak eh, miért hozták létre, és miért voltak rendkívül költségesek. Mert mert nem tudom, ha, ha jól értettem-e az értekezésből, hogy, hogy tulajdonképpen ilyen, mintha púk lett volna a hátukon. Hát nem, nem, ugye a logisztika miatt fontos ez. Tehát, mint ahogy napjainkban is a gazdaság nem működik, a megfelelő logisztika, hmm. raktározás, szállítás megfelelő menedzselése Ezt is meg nélkül. Csinálni. Úgy ez, ez Már akkoriban sem működött. És hát igen, a, ennek a, 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 hogy ez mennyire volt profitábilis, ez, ez azért nagyon kérdéses, és ugye az, a, 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 támogatás, a szubvenció nélkül ez a banknak nem is érte volna meg. De itt megint azt kell látni, hogy, hogy szél, ez egy közcél érdekében állította a bankot, ami hát igaz, hogy nem túl nagy profitot hozott, de azért mégiscsak hozott profitot a banknak is, és lehetett mondani azt is, hogy hát mi jó dolgot csinálunk. Ugyanilyen Jó. volt, azt hiszem, ugye akkor már beütött a filoxér a vész a szőlőtermesztésben, és akkor az agrár igen, igen. Is a... agrár, a bank, vagy ezt is agrár légy, és járadék magna az, 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 az már egy, az már az már szerintem egyébként egy szürkezónásabb történet. Ez ugye már 1896-97, ezekben az években Szélkámán már megint aktív a politikusként is, sőt az, a kép, az országgyűlés képviselőházában ő a pénzügyi bizottságnak az elnöke. Tehát mondjuk úgy, hogy a magyar állam által tervezett különböző pénzügyi akciókról első kézből értesült. Tehát ő véleménye ez azokat a törvényeket, hogy mondjuk a magyar állam törvényi úton igyekszik segíteni a filoxéra Vézben elpusztult szőlőgazdák anyagi támogatásáról. Itt ugye hitelek kihelyezéséről van szó, hogy a magyar állam erre 20 millió forintot szán, és a magyar állam keres egy, tehát keresni fog egy olyan bankot, amely ezt az összeget majd kihitelezi. A gazdáknak. E, és akkor mit ad Isten? A Magyar Leszámítóló Pénzváltó Bank és a Magyar Jelzálók Hitelbank a saját berkeiből, illetve a külföldi partnerének a segítségével létrehoz egy mondjuk, mondjuk így egy leányvállalatot, a Magyar Agráris Járadékbankot, és ez a Magyar Agráris Járadékbank megpályázza azt, hogy majd ő e, hitelezhesse ezt ki, meg is nyerik ezt a tendert, e, és ugye ez a bank áll majd. Közvet, közvetlenül a, a, a költségvetéssel, vagy az állammal, üzleti viszonyban. És ebben a banknak a vezetőségében, ennek a leányvállalatban a vezetőségében már seho, sehol nem látjuk a nevét. De csak azért itt a a mégis csak... Tehát, a, tehát azért ez, tehát ez, ez azért már mégis az van, hogy itt azért a jól értesültség az, az azért lehet, hogy ebben szerepet játszott. Csak egy ilyen okoság, ugye olvastam, hogy... Abba az épületbe költözött ez az Agrárbank az, az Erzsébet téren, amely korábban a két bank közül valamelyik ah, Ha A jelzáló hitelbanké volt, volt, akkor költözött. mert A jelzáló hitelbank az közben átköltözött a Dorottya utcába, ahol palazzo Dorotya néven ma is ma, ma lakásokat lehet bérbe venni, abban ah. a palotában, ugyanabban az épületből. Most lehet, hogy megfogom egyébként, hogy nem vagyok Pesti, de a, a, a tudomásom szerint a Dorotya utcában egyébként a leszámító és pénzváltó bank működött. Ezeket mindig álljuk mindenki kedves figyelmébe ezt a diszertációt. Igen. Jó, Na, tehát, tehát itt látjuk, hogy hogy Szél Ezekintem is nagyon ügyesen kerülte el a, a, az aknákat egyébként. Tehát ezért van is egyébként olyan komoly vádak nem érték, tehát hogy tehát nem arról van szó, hogy itt minden héten valamelyik ellenzéki képviselő elkezdte volna Szélt ostorozni, hogy összeférhetetlen. Tehát képviselő mandátumával összeférhetetlen dolgokat csinál. Egyszer-egyszer azért vannak ilyen hangok, de azok sem, sem igazán komolyak. És ezek is már 1890-es években történnek, amikor Szél újra aktívabb a politikai életben. Ez, ennek a kezdetét az 1880-as évek végére tatálhatjuk, akkor még a Tiszakámán miniszterelnökség alatti utolsó évekre, amikor szélt egyre inkább bevonják olyan újabb adóreformok előkészítésébe, egy például a Szesz és a cukoradónak a, az újra szabályozásáról szóló elképzelésekbe, tárgyalásokba vonja be, egy Tisza Kálmán, illetve Vekerle Sándor Szél Kálmánt, akkor ő is ugye aktívabban beszél ezekről a dolgokról az országgyűlésben, aztán 1890-től, tehát az 1990 körüli években, amikor ugye a forintról a koronára állítják át az ország magyar monarchia valutáját, akkor ezekben a. Ez, ez az aranykorona mondjuk el a hallgatóinknak, ugye? Hát a, a hivatalos neve korona, arany alapon, Igen. Arany, alapon, arany, alapon hát, arany fedezet alapon Igen, működő ez. az nagy egy... viták voltak. Vagy... Igen. Hát arról nem az, inkább arról, hogy hogyan uh -huh. legyen. A, az, hogy legyen, az arról már nem annyira, mert az egyértelmű volt, hogy a, hogy a forintot, ami ezüst alapú volt, és az ezüst ára sokkal jobban mm, hullámzott. hullámzott, mint az aranyja, hogy a kell egy új valuta. Itt inkább a hogyan, ennek az össze, tehát amiben ez kerül, azt az osztrák és a magyar fél által megosztva, hogy mennyi legyen az aranytartaléka az osztrák-magyar banknak. Tehát a részletkérdésekről valóban sok vita folyt, és ebbe, ezekbe a tárgyalásokba is belefolyt a szélkámán. Erre az időszakra egyébként már Ferenc József is elfelejtett azt az 1887 őszi Uh, itt Ugye uh, 1880-as években megkapta a valóságos belső titkos tanácsosi uh, kinevezést, ami már egy, egy jele volt annak, hogy, hogy itt eny enyhülés van. Uh, aztán már az 1890-es években több uh, kitüntetést is fog majd kapni, ezeket majd, majd, majd amikor oda jutunk, akkor elmondom. Uh, és ugye egyre többször hívja audienciára Ferenc József Szélkámát, a kíváncsi a véleményére. Ez nagy szó volt, mert ugye hogy olvashattuk, ugye Ferenc József. Abszolút nem ér. Egész bizony, volt, akivel bizalmas körben volt, a többiek nem érdekelték. Tehát pláne nem érdekelt egy olyan, aki azt mondta neki ellent mondott, hogy nem vállalja a miniszterelnökség. Hát vagy vagyok. pont, hogy imponált neki, hogy van gerince az embernek egyébként. Azért az is, azt se zárjuk ki. Jó, nyilván a korszakban 413 fős a képviselőház, minden politikai válság esetében 413 ember véleményét nem lehet meghallani. Tehát ez azért valahol normális, hogy a főhatalomnak a birtokoshoz leszük. Itt a tanácsadói körét, uh, annál hízelgőbb viszont arra nézve, aki ebbe benne van. Uh, egyrészt Szélnek a, a, a szaktudása az, az biztos, hogy imponáló volt továbbra is. Az, hogy hát igaz, hogy összevesztek Még. 78 őszint, de aztán Szél utána nem okozott több Galibát. Tehát nem, nem ezt, alakított... Ezt, nem alakított érdekes, igen, teh, az teh nem okozott személyes azért ellenz, tehát nem, nem, alakított ki, nem alakított egy új ellenzéki pártot, nem vállalt, nem lépett át ellenzéki pártba, nem nehezítette Tisza működését, nem kezdte el, hogy bezzegén megmondtam, stb., hanem szépen nem szépen háttérbe olyan húzódott. Nem amire azt mondta volna, hogy ja, lát, én megmondtam, ezt kellett volna van, minden ilyentől tartó. És csinált az országba két menő bankot, hasznos dolgok, tehát hogy a közpályán egyébként továbbra is hasznos dolgokat művet, és hát idővel azért én, mondom, én, én azt sem zárnám ki, hogy Ferenc Józsefnek valahol imponált az a, a, a gerincesség, amit mondjuk a szélben ő felfedezni vélt ezeknek a dolgoknak a kapcsán. És akkor itt eljutunk 1892-höz, amikor Szapári Gyula belső kormány ellentétek miatt, tehát a Tisza Kálmán 1890-ben lemond, utána 1890 eleje és 1892 novemberek között Szapári Gyula a magyar miniszterelnök, aki a kormányában a nagyon erős minisztereket örökölt meg Tiszától, bekeresen szállágyi Dezsőt, Sáki Albint, akikkel gyakran nem értette egyet a miniszterelnök. A kormányon belül összeződülés miatt 92. novemberében szapágyi Gyula lemond, és például akkor már Szél neve, mint potenciális utód kering a sajtóban. Ezt ő egyébként tagadta, hogy ő elvállalná a miniszterelnökséget, de több forrás is utal arra, hogy Ferenc Főzse egyébként megkérdezte, de nem vállalta a miniszterelnökséget, ekkor viszont azt ígérte meg Szél, hogy a jövőben aktívabban fog részt venni a politikai életben. Ilyen a lehetősége az 1894 négyes évben jött el megint, ugye ez egy belpolitikai szempontból nagyon válságos év. Ugye ekkor zajlanak az, az egyházpolitikai reformok, amely ez egy nagyon-nagyon szertákozó és külön téma, esetleg egy külön adást lehetne felfűzni, Ugye a, a, polgári házasság, most hát a kötelező polgári házasság bevezetése, tehát mint ami felülírja az egyházi házasság ugye nem fakultatív lesz a polgári házasság, hanem kötelező. A kötelező polgári anyakönyvezés bevezetése és az egyéb liberális reform csomagnak a megszavazása, ez, a, ez, konfliktusokat okoz több párton belül, illetve a Ferenc József és a, a kormányzó szabad elvű párt a viszonyát is megnehezíti. Végül, végül kitartanak egymás mellett, mert hogy nem van alternatívája egyiküknek sem. Tehát Ferenc Józsefnek tehát nem, tud más kormánypártot kine, nem tud más pártot kinevezni, mert csak a szabad párt ragaszkodik a 60 es kiegyezés belefektetett dualista rendszerhez, de terhelt a viszonyuk 94-ben. Ráadásul ugye ekkor hal meg Kosut kosútnak a temetése, az ugye hát nem úgy, tehát nem éppen úgy zajlik, ahogy ezt Ferenc József ugye elképzelte volna. Tehát kell, kellenek az olyan emberek mint Szél, akik nagyon konciliáns, mindig a kompromisszum kereső, nagyon higgadt higgadtan eljáró politikusok, hogy itt úgy, úgy kicsit így tompítsák az ellentéteket. A szél politikai működésének is ez a, ez, ez a fő célja. Ugye ekkor ö, ö, mondja róla egyszer Ferenc József azt, hogy, hogy a szél a leghevesebb tűzoltó, hogy ö, ezeket az ellentéteket igyekszik tompítani. Amikor Ferenc József nagyon-nagyon haragszik Vekerlér, és 1994 júniusának elején egyszer már eldönt, hogy Vekerlét ugyan már mindenképpen meneszteni akarja, aztán a miniszterelnöki székből, ugye, tehát 92-ben mégis be kell lesz majd Szapári Gyula utódja. tehát 94 júniusában meneszteni akarja Ferenc fekelét, és hát ő akar kijelölni Kuen Hédervári Károly horvátbán személyében egy hozzá sokkal lojálisabb személyt kormányfőnek, akit a szabad párt viszont nem hajlandó elfogadni, akkor szél itt próbálja tényleg tompítani az ellentéteket. Ugyanez zajlik le tulajdonképpen majd 1894-95 fordulóján, amikor, amikor már végleg, az, be kell le is mond, mert megcsömörlik itt az uralkodóval való állandó konfliktusokban, akkor ugye már arról zajlanak viták, hogy ki legyen az utódja, ugye akkor megint szél már, már valódi potenciális jelölt, 95. január első napjaiban, konkrét, tehát érkezik formális felkérés Ferenc Józseftől hogy, hogy vállalja, alakítson ő kormányt, tehát hogy kellene nem lehet továbbiakban, Más komoly politikusok nem akarják elvállalni a kormányt, és ugye Bánfi Dezső, aki majd miniszterelnök lesz, egy kompromisszumos jelölt. Se Ferenc József nem, nincs elragadtatva ettől a megoldástól, és mindenki úgy tekint a Bánfi kormányra, mint egy ilyen átmeneti kabinet, majd ami kifolják magukat a politikai folyamatot, meglátjuk, hogy mi lesz. És kicsit ilyen, hát a szürke kabinetnek is nevezték, hogy a Bánfi szürke kabinet, amiben Bánfi másodvonalbeli politikusokat, jó, jó persze korábbi államtitkárokról van szó, de a Vekerle kormányhoz, ahol még egyszer mondom, Szilágyi Dezső, Csáki Albin, ugye hát a halála előtt még ugye Baros, maga Vekerle, hozzájuk képes, képes ez egy szürkép kabinet, és ezért is akarták például szélt is felkérni Ferenc József, hogy, hogy ö, a miniszterelnökséget. Szél, tehát erről van feljegyzésünk az ő párbeszédjükről egyébként. Ö, szél erre azt mondja Ferenc Józsefnek, hogy ő politikailag nem szeretnél elhasználni magát. Hát hogy nem akarja egy átmeneti kormány élén magát lejárni. Itt, itt az egyházpolitikai reformok végén vagyunk, felbojdult belpolitikai helyzet. Mondja a szél, hogy lehet, hogy elvár a miniszterelnökséget, aztán egy év múlva meg annyira föléli a politikai tőkét, amit az elmúlt húsz évben fölhalmozott, hogy semmi értelme. Hát azt mondja a királynak, hogy lehet a sokkal több hasznát venni a király neki. Ha most, ha most nem vállal el a miniszterelnökséget. De Ferenc József azért ért a szóból, és hát csak azt ígérteti meg Széllel, hogy viszont amikor legközelebb ő, ő föl fogja kérni, akkor aztán most már tényleg tessék elvállalni a miniszterelnökséget. Ezt, és ezt akkor már én teszem hozzá zárójelbe, hogy azért itt, itt azért személyes okok is vannak. Poli politikai szempontból egyébként igaza van szélnek szerintem, tehát én sem vállaltam volna akkor miniszterelnökséget, de... De itt azért a személyes oldal az, hogy a magyar miniszterelnök fizetése azért akkor, ha jól emlékszem, 32 vagy 35 ezer forint volt évente, ugye ebből 20 ezer volt a, a, a fizetés, és akkor a 12 ezer forint volt ilyen, ilyen reprezentációs célokra felhasználható keret, illetve hát a Sándor Palotában lehetett volna költözni. Na most ehhez képest, hogy kétszeres bankelnőként olyan évi 80 ezer forintot tehát még a felét sem érte volna a miniszterelnöki fizetése a valkanelnöki fizetésnek, és a többen lehetett, tehát a újságcikkek vannak erről, hogy, hogy hát szél nem volt hajlandó eldobni a... Tehát, hogy, tehát többen, ja, írták, igen, tehát, 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 többen írták, hogy, hogy egy stresszes, állandó vitával való állás 32 ezerért, vagy egy viszonylag nyugodt, kényelmes, de mégis nagy presztízsű állás évi 80 ezerért, akkor Hát igen. De hát ez volt az, hogy miért, hogy nem kért a tárcából, a miniszterelnöki tárcából, viszont nem volt hajlandó eldobni a pénztárcáját, azt, azt de ezt amikor... majd megfordított. Igen, el. azt, azt ezt, ezt, már akkor mondták, amikor végül is 99. februárban elvállalta a miniszterelnökséget, hát akkor volt egy ilyen, egy ilyen cikk, hogy a korábbi miniszterelnök, a Bánfi elbukta ő is bukott egy tárcát, hogy elbukta a tárcáját, is ott a pénztárcáját. A pénztárcáját bukta el. 1995. januárjában jártunk itt a történésekben. Igen, nem fogadta el a miniszterelnök. Így tápszát. van, és ugye a Bánfi, Bánfi Dezső báró vezetésével alakult ugye új kormány. Valószínűleg ennek az új kormánynak a tagja és a miniszterelnök Bánfi Dezső is tisztában volt ugye szél szerepével, tehát a szél is Bánfit támogatta. Te azt mondta Ferenc Józsefnek, hogy nevezze ki a Bánfit. <kül> És a Báfi kormány tagja is valószínűleg tisztában voltak Szél szerepével, mert utána egy ilyen nagyon szép díszes bőr tárcát ajándékoztak Szélnek, amire az volt írva, hogy a, hogy a Szél Kálmánnak, aki a kormány Magyarország bábájának, aki a kormány születése körül bábáskodott. És hogy ez a bőrtárca... Hát volt azért némi, hogy a némi malícia is, gondolom. Mert inkább, hát nem Én tudom, inkább, elismert, ez elismerő, inkább ilyen elismerő jellegű, hogy hát megköszönték a, a, a támogatást, hogy ugye azt, azt támogatta, hogy ugye ők, Bán kerüljön kormányra. Utána ezt követően Szél viszonylag magas kitüntetést, a Lipótrendet, a Lipótrend nagy keresztjét kapja. Ez az egyik legnagyobb. Hát ezen felül még a Szent István rend van. Magyarországon. A... Meg az aranygyapjas rend, de az másképp működik. Hát az, az aranygyapjas rend, az, az, hát azt nem mondom, hogy soron kívüli, mert van pár politikus uh -huh. is, aki... Hát ugye, hogy mondjam, a Habsburgnak vagy uralkodó, uralkodó dinasztiák tagjainak azért nem volt olyan nagyon nagy kunst megkapni. Polgári személyeknek már, már, már inkább, de azért magyar politikai életben is voltak, akik ilyen nagyon lojális Habsburg politikusok, akik például zicik közül is, van, mm. azt hiszem, Zicsi, azt hiszem Zicsi is volt a nagyapjás Tehát, hogy el lehetett azt érni, de ugye a hivatalos, nem tudom, ebbe a táblázatban, hogy a kitüntetések, ott a Szent István rend után, vagy alatt a Lipotren nagy mm. És ugye erre már a bánfi kormány terjesztette fel Szél, tehát azért érezhető némi hála. Mm. És akkor utána, ezekben az években már Szél a, a pénzügyi bizottságnak az elnöke, mint ahogy erről már volt szó, ez egy, tehát a párt, a párt életben, és egyre, tehát kezd, úgymond, nem tudom, kezdi újra bevetni magát, vagy hogy sürögni, forogni. Bár, 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 van olyan ö, följegyzésünk is, hogy mindig azt mondják, hogy, hogy szél, az mind, mindig csak akkor tűnt fel a pártklubban, amikor, amikor, valami, amikor valami probléma volt <laughs> egyébként, hogy kicsit ilyen vésztjós, amikor szél már feltűnt a pártklub, és mindenki elkezdett beszélgetni, akkor, akkor, akkor az azok az ilyen vészterhesebb időkben. Ezek voltak jöttek. azok, ő, és azok közé tartozott, akik azt mondták, hogy vészmadarak? Igen, hogy na, hát pont, pont utaltam, lesz, igen, igen. Ez erre ez utaltam, ez igen, Erre utaltam, igen. Ez igen inkább. Szél, amikor ugye az estéit inkább a nemzeti kaszinóban töltötte amúgy, ami inkább az ilyen arisztokrata gyűjtőhely volt, pártfüggetlenebb csoport azért a nemzeti kaszinó, tehát ott ellenzék ki, ja, ekkor már van a katolikus néppárt, 1995-ben megalakul a katolikus néppárt, ami egy ilyen új konzervatív, a kiegyezést elfogadó, de a szabad elvű párt nem sok a konzervatívabb programot képvisel. Tehát pont itt az egyházpolitikai törvények miatt alakul ez meg. Most ugye ez egy jó nevű arisztokratákkal tüzdelt párt, ők is nemzetük a színóban vannak közülük sokan. Ugyanúgy a kormánypártiak, tehát szabadelvű pártiak közül az Andrásiak, ifjabb Andrási Gyula köré kezdenek ekkor már csoportosulni a kormánypárton belüli arisztokraták. Szélvelük is jóba van egyébként, és több arra utaló forrásunk van, hogy például az ifjabb andrássival sokszor, nagyon, nagyon, sokszor egy húron pendülnek politikai értelemben. De például ugye az Aponyi nevével fényvezett nemzeti párt, amely már viája is a kiegyezést, meg és úgy, 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 tehát világnézeti szempontból szintén ilyen új konzervatív uh, hullámos uh, párt, de és a kiegyezést is kicsit bírálják, Aponyi, Károlyi, Sándor, uh, ő, ugye, de ők is a nemzeti kaszinó. Tehát, hogy, hogy ez, egy, egy, kicsit ilyen párt függetlenebb uh, kör. Uh, most ugye szél, alapvetően erről beszéltünk, hogy ő nem arisztokrata, származását tekintve, birtokai tekintetében sem, a korszakban az ezer hold számított a nagy Most szél ezt, ezt épp a patika mérlegre kimérjük, akkor ezt éppen átlépi. Tehát ilyen 1100 valány holdon gazdálkodik ő Vasvármegyében, de ennek egy részét bérli egyébként. Tehát ha nagyon akarom, akkor akkor éppen lehetne nagy birtokos, de, de itt igazából a jövedelem az. Tehát ez, ez a kétszeres bankelnökség, meg az a presztízs, amit ez jelent, ez alapján, hát, úgymond, ugye osztanak neki, mondjuk, mondjuk a szószor a és hogy a nemzeti kaszinó kártya azt is és osztanak neki lapot. Sőt, Ú, tarok, úgy mond. tarok, lapot, úgy, egy, egy, ilyen tarok Van. törzsasztalnak is volt a uh, látom. Hát, hogy a, a, ott az nagy kártyapart, ez a Lobkovic herceg volt, ugye hiszem, a, a budapesti hatparancsnok, vagy uh -huh, a, igen. Milyen, milyen volt. Na tehát, hogy a pártklubban ez a a, kormánypártnak az a része, aki alapvetően a nemzeti kaszinóba jár, az ifjabb Andrási jégszélék, ők, ők, valóban, őket valóban mészpadaraknak hívták, mert akkor jelentek meg rendszeresen a szabad Elvű Párt klubjában, ami hát azért, hogy légvonalban nem volt nagyon messze, mert a Lloyd palotában, ami a, a, a mostani, ugye, tehát a Lánchíd Pesti hídfőjénél, ahol most ilyen üvegszállodák vannak, ott a, Igen. nem is tudom, melyik, ott ott ott, ott a, ott, ott a Logypalot, annak az emeletén volt a kormánypárti klub. No, ö, ö, ugye a báfi kormány évei alatt ö, szélnek, tehát szél megbecsült politikus, azt mondhatjuk, ö, Időben és energiában, tehát nem túl idő és energia igényes, viszont nagy presztízsű feladatokat bíznak rá, illetve vállal le. Ez most egy kérdés, hogy a tyúk volt elő, vagy a tojás, hogy szél akarta-e mondjuk a milleniumi ünnepségeket megrendező bizottságnak az elnöki tisztjét betölteni, vagy fölkértéke rá. Ez van, de tehát ilyenekre gondoljunk. Hogy például amikor 1996-ban az Interparlamentáris Unió, ami a, tehát a különböző európai országok képviselő csoportjaiból egy ilyen teljesen informális, nem tudom, egy, egy, egy ilyen nemzetközi fórum, igazából ennek az elnökévé választják 1896-ban. A Turántuli Magyar Kulturális Egyesület elnökévé választják, tehát ezek, ezek ilyen presztisben jól hangzó kitüntetések, de úgy igazából a politikai kavalkád, amikor megint itt, hogy mondjam, politikusi a, a, tehát a politikusi képességeket kell megcsillogtatni, az a bálfi kormány helyzetének a válságosra fordulásával kezdődik. 1998-ban, 97-98 fordulójától, illetve az 98-as évnek, különösen az őszétől, amikor na, megint ilyen nagyon súlyos belpolitikai válság van az országban. Ez, ez, ez nem feltétlenül csak a bánfi kormány tehet, bár azért azt is hozzá kell tenni, hogy bánfi mindent megtett azért, hogy az ellenzékiek őt megutálják. A, a dualizmus kori országgyűlési választások azok sosem... Ö, ö, tehát az összes választásra el lehet mondani, hogy, hogy, az, hogy azért a kormánypárt nagyon-nagyon keményen fogta a gyeplőt, mondjuk is, és igyekeztek nem a véletlenre bízni a választás, a választás, kimenetelét. Ugye most maga a választási rendszer az megint olyan, hogy arról sok műsort lehetne megtölteni. Ezt, ezt csak azzal vágnem, hogy 1896-ban, amikor akkor ugye országgyűlési választásokat tartottak, akkor Bánfi nagyon-nagyon durván nagyon erőszakosan, tehát egyrészt a korrupció tekintetében is, hogy mennyi pénzt szán egyes jelöltek megválasztatására, az, hogy az ellenzéki jelölteket milyen keményen próbálja ellehetetleníteni, ez őt nagyon-nagyon keményen járt el. A korábbi miniszterelnökök, mert alapvetően a Szabad párnak Pártnak volt egy elnöke, a Podmaniszki Figyes, de alapvetően a pártpolitikát a miniszterelnök irányította. Egyébként a választási harc. Nak a fővezére is általában miniszterelnök volt. Tehát a korábbiaknak azt a bölcsességét, hogy azért, azért az, elezi, tehát ez a, az ellenzékkel úgy volt a korábban, hogy, hogy, hogy ö, azért hagyták élni, tehát hogy nem akarták annyira megalázni az ellenzéki pártokat, hogy azok ilyen vért íval kijönjenek úgy az új országgyűlésbe. Most Bánfi ezt a bölcsességet, ez nem, ö, ö, fogana, tehát nem tette magáévá, és igaz, hogy számszerűleg nagyon magasra tornázta a szabad elvű párti képviselők számát. Tehát, mint, 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 tehát ahhoz hasonlíthatjuk, mint amikor 75-ben a párt elején, tehát azóta nem, ha 75 választást leszámít, az, azóta nem volt ilyen jó eredmény tehát ilyen 60 százalék fölé, tehát 67 százalékra tornázta a, a kormánypárti képviselők számát. Tehát számban nagyon megfogyatkoztak az ellenzékiek, de hát mondjuk úgy, hogy, hogy mentalitásban meg nagyon-nagyon, tehát ugye vörös posztó volt ez, mm. volt ez nekik. És az obstrukció, hogy a lehetőség volt a magyar parlamentben az obstrukcióra, hogy ezt a házszabályokat, házszabályok akkor még nem voltak olyan merevek, mint napjainkban, például nem volt korlát az, hogy egy képviselő mennyit beszélhet. Tehát nem, nem volt időbeli korlátja Ezen a, 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 a felszólalásnak. És ugye ezzel vissza lehetett élni, ez volt az egyik, a másik pedig a technikai, ezt így hívjuk tartalmi obstrukciónak, mikor ugye napi előtti felszólalásban egy képviselő végig végigbeszéli az ülésszakra kijelölt mondjuk négy órát, valami tudom, hasraütés mit tudom én mondjuk a... Elolvas a Bibliából. Na, akár, vagy a dráva a száva közi nyers populációról, tök mindegy. Tehát igazából teljesen mindegy. azért ez nem volt annyira elegáns, tehát ez, ez, azért ez, 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 ez már tényleg, hogy mondjam, hát ez, de nem volt elegáns, ez sokkal kifinomultabb módszer volt a technikai obstrukció, amiben ugye név szerinti szavazást lehetett kérni apró cseprőügyekben ügyekben is, ügyrendi kérdésekben, hogy most mit tudom én a... A, általában ilyet az előző ülési jegyzőkönyvének a hitelesítéséhez kérték. Tehát ugye volt a jegyzőkönyv, azt elolvasták a képviselők, és akkor azt hogy aj, aj, nem azt mondtam, hogy igenis, hanem hogy, mit tudom én, rendben. Tehát, hogy lényegtelen dolgok, hogy módosítani kell a jegyzőkönyvet. És akkor erről mindig szavazás kellett. Hát, hogy jó, akkor módosítsuk ki a jegyzőkönyvet. És, a név és, akkor, és szerinti szavazás, ez mindig egy órát, órát elvett. Majdnem, és akkor három-négy ilyen, ilyen, mert ugye el lehetett ütni az ülés szakot. Aztán ugye ezt nem kellett sokáig csinálni, mert hogyha az elnök érezte, hogy most éppen obstrukció van, akkor nem is volt értelme megtartani az üléseket, akkor a király azt mondta, hogy jó, akkor most két hétre elnapolom az üléseket, és akkor, tehát, hogy ezt nem kellett nap, nap után csinálni, mikor látták, hogy obstrukció van, akkor az idő után ezeket elnapolták. Na, tehát az ellenzékek ugye obstrukciót kezdtek a Bánfi kormány ellen, amire az adott az obstrukció mellett, ugye, tehát a választások miatt haragudtak, tehát meg volt az indíték, meg volt az eszköz, hogy, hogy lehet -e elhetetleníteni a Bánfit, és a Bánfi adott kázus Bellit is. Ez 1898-ban meg kellett hosszabbítani a Magyarország és Ausztria közötti gazdasági közösséget. Ezt ugye tíz évente ez mindig lejárt, és mindig, minden tíz évente ezt meg kellett hosszabbítani. 87-88-ban nem okozott ez különösebb nehézséget, 97-98-ban viszont annál inkább, mert hogy Ausztriában is állandó kormányválságok voltak, és Ausztriában nem volt olyan épkézlább kormány, aki, ha meg születik a megállapodás, akkor azt Ausztriában meg tudta volna szavaztatni a birodalmi gyűléssel. A magyar törvények szerint csak úgy volt érvényes ez a gazdasági közösség, hogy azt a magyar törvényhozás és az ausztriai törvényhozás egy, tehát nem, nem, nem egyszerre, de hogy tehát mind a megszavazzák, hogy ugyanazt a megállapodás Ausztriában és Magyarországon is törvény előre jut. Ha mondjuk Ausztriában ezt rendeleti úton léptetik életbe, mert egyébként Ausztriában erre volt lehetőség, azt ne felejtsük, hogy Ausztria még annyira sem volt a nem azt mondom, hogy alkotmányos, mert alkotmányos volt, csak annyira, még annyira sem volt parlamentáris uh -huh. rendszer, mint Magyarország. Ott a törvények konkrétan lehetőséget biztosítottak a rendeleti kormányzásra Ferenc Józsefnek. Tehát a rendeleti úton életbe lehetett volna léptetni Ausztriában is, de az a magyar törvények szerint ugye nem, az nem, nem ér. És mivel Ausztriában nem volt olyan, nem tudtak olyan kormányt összetákolni, amelyik többsége rendelkezik a Rijksrádban, vagy hát a Rijksrádban nem obstruálják meg azt a kormányt. Ausztriában sokat durvább dolgokat a kormány alatt, ilyen Kerepeltek, zenéltek. De, ugye, hát voltam abban, és Ausztriában. Egy ilyen idegen vezetésen be meg, bekerültem ebbe a parályán, mert olyan volt, hogy az asztalnak a lapját, tehát ült a képviselő, azt egy föl lehetett hajtani, és vissza lehetett, és csapották. Így is ennek. van. Illetve, a Ferenc József ne azt hiszem összesen egyszer vagy kétszer ment be egyáltalán ebbe, mert nevetséges. Hát amúgy sem, a Ferenc József amúgy sem mehol látogatta a törvényhozást. Úgy é. volt vele, hogy ha valamit akarnak tőle, akkor menjenek hozzá. De, de ettől függetlenül, ugye például Ausztriában már hogy az, hogy összevelekedtek képviselők a, a parlamentben. Magyarországon ez azért ilyen nem, fizikai erőszak ez nem fordult elő, addig, amíg a Tisza Isvára rá nem lőttek. Hát az még, az még itt azért 15, hát azért, azért, azért az kicsit később van még azért, több mint egy évtized. No, tehát az volt a fő probléma, és nem a bánfiék tehettek alapvetően, hogy Ausztriában nem volt egy épkézlák kormány, aki törvényelőre tudta volna emelni a gazdasági kiegyezést. És mivel ez nem válik törvényelővé, a Magyarország az ellenzék, magyar ellenzék érvelése szerint nem lesz gazdasági közösség, akkor Magyarország gazdaságilag önálló lesz. Föl kell állítani a vámhatárokat, nincs kvóta, nincs semmi, akkor tök önállóak vagyunk. Na most ezt a szabad előző párt nyilván nem akartam, meg Ferenc Rózsef sem akarta, meg senki nem akarta, és próbálták húzni az időt, Uh, és a Sőt, most el... nem tudom, csak kérdezem, hogy ez Magyarországnak gazdaságilag sem lett volna előnyös. Nagyon szépen hát, hangzott Na ez volna, az, hogy de... ezt mindenki tudta, de... de... Mindenki tudta, de azért a De ugye, hát de a 48-asok 48 valamit azért mondani kellett volna Jaj. a választóknak, hogy miért is vagyunk mi 48-asok, hát, ugye... Na jó, de tehát, hát... uh, és, és egyébként, tehát adtak először egy évet, tehát 98 január 1 éve lejárt. Magyar, magyar, magyar jogi értelmezés szerint 98. január 1 megszűnt a gazdasági közösség. De mivel tényleg ezt alapvetően annyira senki sem akarta, hogy ez megvált, hogy ez, így legyen, ezért adtak egy év haladékot a kormánynak még, hogy akkor még 98-ban még, még valamit akkor vagy állapodjanak meg az osztrák kormányjal, vagy ha ez nem megy, akkor viszont, akkor viszont, tényleg kezdjék el fölkészíteni Magyarországot erre a különvállásra. és akkor bánfék itt az időszorításában elkövettek egy politikai baklövést, ugyanis aláírtak egy olyan, hát, nem nyilatkozat, ez, hanem egy megállapodás. Nem ez az isli nyilatkozat. Ami lesz? a klauzula, ez egy záradék. Klauzula. Tehát, uh -huh. amit a, tehát a, két, a két kormány megint megállapodott, hogy akkor mi lesz a gazdasági kiegyezésben, de ugye tudták, hogy Ausztriában ezt megint nem fogják tudni elfogadtatni, ezért egy záradékot, egy klauzulát írtak ehhez, hogy hát akkor Magyarország egészen addig, és 1903 végéig nem fogja a gazdasági kiegyezést bolygatni, és, és önmaga a saját, tehát az osztrákok nélkül is hoz egy saját törvényt arról, tehát egyhangulag szabályozza akkor ezt Magyarország önmagára nézve. És egyébként ezt tévesen Istinek hívjuk, de egyébként valószínűleg nem is ülben történt meg ez a klauzula, hanem Bécsben, de ez most igazából részletkérdés. Na most ez, ez már pár hónappal korábban volt, de ez 98. szeptemberében kezdett ez kiderülni, Bánfék, igazából nem volt ez titkos, mert bánfék nem hitték, hogy ebből probléma lesz. Tehát kicsit ez nem is hették észre, hogy ők most ezen a nagy bakot lőttek, mert ezre föl lehetett fűzni az ellenzéknek azt a narratívát, hogy itt a kormány lemond a magyar gazdasági függetlenségről, csorbítja a nemzet jogait, ö, ráadásul bizonytalan célok érdekében, mint hogy hát teljesen kilátástalan, Ausztriában ebből mikor lesz bármi. Na és ebben már ő, ő, ugye úgy indíthattak obstrukciót a kormány ellen, hogy nem azt mondták, hogy mi azért obstruáljunk, mert utáljuk a miniszterelnököt, hanem hogy hát mi a nemzet érdekében obstruálunk. Tehát, hogy, hogy egy magasabb, inter, mert az, az obstrukciónak az antidemokratikus voltával az mindenki tisztában volt. Tehát van egy parlamenti többség, és a többségi elvet Mond a népakaratot, mondjuk így, hogy nem hagyjuk érvényre jutni, mert a kisebbség bolykottálja a parlament munkáját. Tehát nem, ez, ez ugye ez az, ez az antidemokratikus, ezt azért tudták, ezt igyekeztek olyan célok érdekében obstruálni, ami ugye még a, a, a az antidemokratikuságot lefedi, és akkor előjött, hogy hát eleve. Ez a, ez a többség ugye a, egy ilyen nagyon piszkos erőszakos választások után állt össze, tehát, hogy a bánfinak visszautaltak a választási visszaéléseire, és ráadásul ugye egy nemzeti cél érdekében lehetett obstruálni. Most ez az obstrukció tulajdonképpen elsöpörte a bánfi kormányt. Kilátástalan volt, hogy ebből a, a kormány önerőből kiverekedje magát. És az ellenzéki feltételek között a legelső az az volt, hogy a bánfinak a fejét követelték. Uh -huh. Tehát az volt, hogy ha Bánfi lemond, akkor abbaadják az obstrukciót. Ugye ez az, azért volt veszélyes 98 végén, mert a, a költségvetési törvényt is kezdte veszélyeztetni. Ugye a költségvetés az egy törvény. Ha, ha az ugye nem kerül megszavazásra, X, tehát a határidőn belül, akkor a kormánynak elméletileg nincs törvényi felhatalmazása arra, hogy beszedje az állampolgárok adóit. Ez az ex exlex állapotnak, egy kicsit hibás latinsággal ezt nevezték exlex, azaz törvényen kívüli állapotnak, hiszen a kormánynak nem volt törvényhozási felhatalmazása, nem volt költségvetési törvény, nem volt jogalapja arra, hogy, hogy adó, adót szedjen, vagy kifizessen a költségvetésből bármit. Aztán a gyakorlatban ezzel senki nem foglalkozott egyébként. Tehát... Bizonyos adók azért befolytak ettől függetlenül. Hát nem? és azért, azt, hát azért az nagyon nagy bátorság kellett volna, hogy valaki azt, hogy hát a gyerekek exlex van. Én most, én, én most nem fizetem be a amit mit tudom én, a, a, földadómat, vagy nem tudom, hát exlex van. Hát. ezt, azért, ezt azért nem nagyon csinálták meg az emberek. No, tehát, de, 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 de mindenképpen problémás állapot. Tehát egy jogi, tehát közjogi értelemben fenntarthatatlan állapot. És ugye Bánfi próbált tárgyalni az ellenzékiekkel, de hamar kiderült, hogy az ellenzékiekkel nem hajlandók tárgyalni. Aztán hogy a Bánfit támogató Tisza, Tisza csoport, hogy a szabadelvű párton belül a legnagyobb frakció az, ahogy a Tiszák, Tisza és Tisza István vezette frakció, ők megpróbáltak egy párthatározattal ö, Bánfit segíteni. 98. decemberének elején Tiszakámen terjesztett be egy olyan párthatározatot, hogy a szabadelvű párt hoz egy olyan határozatot, hogy ők támogatják Bánfit, és ők megszavazzák a költségvetést, csak az obstrukció, tehát a kisebbség nem engedi őket ehhez, ez ugye azért is problémás, mert nem, 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 is kormány hanem kormánypárt határozat, azért ilyen, ilyennel azért nem lehetett kormányozni a korszakban. És ugye ez a, ez a Lex Tisza, ez a, ez a javaslat a Tiszának, ez csak tovább a helyzeten, mert erre föl ugye sok a kormánypárti képviselők egy része 32-en kiléptek a kormánypártból, ami nem nagy szám, de ezek neves emberek. Tehát Ifjabandrási Gyula, Csáki Albin, Szilágyi Dezső, Szél már olyan aláírta ezt a Lex Tiszát, de ő is azt mondta, hogy ezt úgysem lehet a gyakorlatban kivitelezni, és már ekkor megpróbált itt, tényleg megint ilyen kompromisszumos megoldásokat öm, öm, keresni. Tehát az, hogy, az, hogy a Bánfi menthetetlen, ez, 90, ez már 99. januárjában járunk, az, az, az akkor már világos, hogy Bánfi menthetetlen. Igazából akkor már csak arról szólt a, a fáma, hogy ki legyen az utódja. Ugyanis Bánfi és a Tiszák jobban szerették volna Fejérvári Gézát, aki az ő párton belüli frakciójukhoz tartozott. Ugye széllel kapcsolatban nem tetszett nekik, hogy szél ugye, alkudozik az ellenzékkel, mert, mert ugye ennek nagyon rossz üzenete van. Tehát ha a kisebbség ki tudja zsarolni a kormánypártból, meg Ferenc Józsefből, hogy hogy ki legyen a miniszterelnök, annak azért nagyon rossz üzenete van. Uh -huh. Tehát, és itt pedig arról van szó, hogy a szélt jobban, sokkal jobban kedvelték az ellenzékiek, aztán ugye sz, tehát szél lett megbízva, éppen emiatt szélt bízta meg Ferenc József, mint mindig 95, uh, bocsánat, 99. januárjában járunk, hogy szél vezesse ezeket a háttér tárgyalásokat az ellenzéki pártokkal, hogy hogy, hogy lehetne vissza zörenteni rendes mederbe ezt. És akkor e ez, ezt, ezt egy ilyen paktum. A József szerintem zseniálisan látta meg, mert a legjobb, legalkalmasabb ember erre hát, hát, mást nem nagyon fogadtak volna el az ellenzékiek egyébként. Hát, Tehát Bánfit és a valami Bánfi környezetéből származó senkit sem. és akkor szél végül is egy paktumot tud kötni az ellenzékkel, amiben, hogy, hogy akkor jó, akkor lemond a Bánfi, meg a kormánypárt akkor hoz egy szigorú összeférhetetlenségi törvényt, kicsit megpróbáljuk a választási visszaélésekre majd jobban figyelni cserébe az ellenzékiek hozzájárulnak a házszabályok részleges módosításához, és így tovább. És akkor ezt a paktumot, ez már, hát ez már februárban járunk, ez Ferenc József felé terjeszti szél, hogy meg lenne a megoldás. És akkor szél... Ferenc a is, hát, hát ez is sokat viaskodik, meg a bánfék azért ellenkompányt folytatnak. Azért bánfének nagyon durva tervei vannak. Tehát, hogy így kuzolakod, oszlassa fel az országgyűlést, írjanak ki új választásokat, ahol még keményebben kell fellépni, és hogy erőszakosan a házszabályokat felül kell írni. Tehát mondjuk ilyen oktroly útján. Itt kell abba hagynunk most, mert lejárt hát a, a műsor időnk, úgyhogy köszönöm szépen, J hogy jó. eljött. És... Majd innen folytatjuk a beszélgetést. Marcsöldel Ádám történész, a Veritas Történetkötető Intézet és Levértár tudományos munkatársát hallották. Köszönöm szépen a lehetőséget.